Egyszer volt, hol nem volt. Cifrázd egy picit. De hogy cifrázza? Hát óperencia, meg üveghegy, meg kurta farkum alatt. Jó. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr, ott állt egy kacsalábon forgó díszes palota, és annak is a legszebb, a legmagasabb tornyában éldegélt a királylány és a királyfi. Királyfi. Így éldegéltek boldogan, ám egy napon váratlan vendég érkezett hozzájuk. Nem jó! Nem jó! Ilyen egyszerűen nem nyerheti el a királyfi a királylány szívét. Na, de van egy ötletem. Óriás! Ide hozzám! Igen, gonosz varázsló. Van ez a királyfi, meg a királylány. Nem lehetnek egymáséi. Elviszed a királylányt a Manóval, és bezárjátok az Óriás hegyen túlra. De jól figyelj, Óriás! Csak az nyerheti el a királylány szívét, aki különleges tulajdonságokkal bír. Most eríts! Megyek! Utána a varázsló szétválasztotta a királyi párt, a királylányt, az óriás és a Manó gondjaira bízta titkos búvóhelyükön. Búsult is emiatt a királyfi nagyon, hiszen a királylány volt... Élete szerelme! Királylány! Miután ezt még 3 nap múlva is így érezte, felkerekedett, hogy megkeresse és kiszabadítsa a királylányt. Én? Igen, te! Ne aggódj, nem leszel egyedül. Veled megy a... Sün? Jó, akkor veled megy a... Csiga? Jó, akkor veled megy a... Lássuk csak... Hal? Jó, akkor ez az utolsó. Veled megy a bohóc. Így hát a királyfi és a bohóc útra keltek. Mentek, mentek, mendegéltek. 2 nap és 2 éjszaka vándoroltak, amíg el nem értek a jégmadár fészkéig. Legyen benne tündér is. Jó legyen. Jó, akkor a tündér segíti útjukat. Már 2 napja és 2 éjszakája megyünk. Én nagyon elfáradtam. A királylány. Aj, szerintem jobb lenne, ha visszafordulnánk. Csiribú, csiribá. 2 nap, 2 éjszaka. Ezt nevezitek ti hosszú útnak? Hát én már nagyon elfáradtam. Én a jégmadár vagyok. Én tudom, mi az a hosszú út. Amikor a többi madár elrepül délre, én itt maradok, és hosszú útat teszek meg a szeretteimért. Én is szeretem a királylányt. Akkor menjünk el hozzá! Na, ez a kitartás. Jó utat. Hogy te milyen kitartó vagy? Most már te is. Így már a kitartással a tarsolyukban folytatták útjukat hőseink. Újabb 3 nap és újabb 3 éjszaka mentek, mendegéltek. Ám egyszer csak útjukat állta... Egy nagy szakadék! Ah! Hú, egy szakadék! Igen, tudjuk. Egy kutya és egy macska? Ezek beszélnek. Hello! Hogy jutok át a szakadékon a királylányhoz? Ugyanis. Szerintem kellene nekünk egy rönk. De honnan szerzünk rönköt? Csiribú csiribá, egy rönk. Egy rönk! Én ezen nem merek átmenni. Majd én megmutatom. Gyertek! Ez egyszerű, mint az egyszerű. Ez biztos menni fog. Kutya és cica, hogy ti milyen bölcsek és ügyesek vagytok. És most már te is az vagy. Hőseink folytatták útjukat. A kitartás, a bölcsesség és az ügyesség birtokában. Mentek, mentek. Várj, de mi van a királylánnyal? Kit érdekel?
Például engem, meg a gyerekeket is. Jó. Eközben az óriás és a manó titkos búvóhelyén a királylány keserű jövőjén merengett. Királyfi! Jó. Tehát, a királyfi és a bohóc folytatták útjukat. 4 napon és 4 éjszakán át mentek-mendegéltek, egészen addig, amíg egy erdőszélen egy táncoló rókában nem botlottak. Tényleg? Tényleg. Tarararara, tarara, tarara. Róka, te mit csinálsz? Sziasztok, hát táncolok! Minek? Hogy megtévesztem a vadászokat. Akarok én is! Minek? Jó lesz még valamire. Mutatom. Tarararara, tarara, tarararara. Aj, nem lesz ez így jó? Hát nem. Csiribú, csiribá. Próbáljuk meg még egyszer. Mutatom. Előre a kezedet, utána hátra. Előre a kezedet, utána hátra. Utána ugi-bugi, utána forgás. Tapsolj együtt, bajtás! Te milyen eleményes vagy, ravazdi? Most már te is. A két kalandor folytatta útját. 5 nap, 5 éjszaka. Sose pihennek? Na jó, a következő estén egy tisztáson megpihentek. Amíg a királyfi a királylányról ábrándozott, a bohóc rőzsét gyűjtött tűzrakáshoz. Ám egyszer csak arra lett figyelmes, hogy valaki figyeli őt. Valakik? Amint megfordult, azt hitte, hogy káprázik a szeme. De nem. Egy ló és egy zebra állt előtt. Egy ló, meg egy... Csíkos, pizsamás ló. Látod, pontosan erről beszéltem. Te egy tökéletes, fekete, igazi, tátos paripa vagy. Nekem meg csak ez a béna, csíkos pizsama jutott. Csiribú, csiribá. Menő. Szerinted menő? Én is elfogadnám. Látod, mondtam én, hogy különleges vagy. Igen, de te a barátom vagy, még szép, hogy ezt mondod. De ha ők is ezt mondják, akkor lehet, hogy van benne valami igazság. Ti olyan barátságosak és elfogadóak vagytok. Most már te is. Miközben a királyfi és a bohóc pakoltak, tarsolyukban immáron a bölcsességgel, kitartással, ügyességgel, és az elfogadással, hangos békakurutyolással lettek figyelmesek. Kurutya! De szép vagyok, és zöld, és csinos, és zöld, és nagy a szívem, és zöld vagyok. Mit csinálsz itt, béka? Nézem a tó tükrében magamat, és annyira szép vagyok, és csinos, és nagy a szívem, és zöld vagyok. Hát, zöldet tényleg zöld. Nekem is nagy a szívem, csordultik tele a királylánya, de már biztos elfelejtett. Dehogy is, nézd meg magad te is a tó tükrében. Ó, ez semmi. Á, de emlékezz vissza rá, hogy mennyi mindent megtanultunk együtt. Most már ravaszok vagyunk, elfogadóak, bölcsek és kitartóak. Hát ez nem semmi. Oké, menjünk, mentsük be a királylányt. Igen! Hogy te milyen magabiztos vagy, béka? Most már te is az vagy. A békától a magabiztosságot kapták ajándékba, s bár már közeledtek céljuk felé, még nagyon hosszú út állt előttük. Tovább indultak, mentek, mendegéltek, de már nagyon fáradtak voltak. Persze, hogy elfáradtak, hiszen csak egyszer pihentek. De még így fáradtan sem tudták nem észrevenni, hogy egy tigris mintás forgószél közeledik feléjük. Ott vagyunk már! Nem! És ott vagyunk már! Még mindig nem! Na most már ott vagyunk! 800 kilométerre van a királylány. Az mennyi? Sziasztok! Ti miért vagytok ilyen szomorúak?
Szia, Tigris! A mi útunk még nagyon-nagyon-nagyon hosszú. Van egy trükköm! Megmutatom! Ha vidám vagy, minden könnyebb! Tényleg? Tényleg! Hú, ez jó! Tényleg! Tigris, hogy te milyen vidám vagy? Most már te is! Szerencséjükre a Tigris ismerte a helyet, amit kerestek, így útba tudta igazítani őket. S így hip-hop, az óriás és a Manó titkos búvóhelyére érkeztek. Királyfi! Manó, nézd már meg! Jó! Királyfi! Megvan! Megvan, jól van. Királyfi! Manó, nézd már meg! Jó! Megvan! Hát ti meg kit vagytok? Királyfi! És mit kerestek itt? Jöttünk titeket megtanítani táncolni. Táncolni. De hát nem, hogy mutatjuk. Mutatni. Előre a kezedet, utána hátra. Előre a kezedet, utána hátra. Utána ugi-bugi, utána forrás. Tapsolj egyet, pajtás. Előre a kezedet, utána hátra. Ugi-bugi. Manó, nézd már meg a királylányt! Ó, a királylányt! Három van! Három? Három! Három? Hát az sok! Ezek el akarják vinni a királylányt! De hát csak az vihet el a királylányt, aki kitartó! És aki elfogadó! És ravasz! És bölcs! És magabiztos! És vidám! És bátor! És... türelmes! Én voltam. Ó, akkor elvihetik! Elvihetik! Itt a vége! Fuss el, Véle! Kerek erdő! Közepébe! Mert minden jó, ha jó a vége!